Egy parlagfűvel rendkívül erősen fertőzött terület szomszédságában vagyunk. Ez a terület Nagyatártól kb. 5-6 km-vel, a lábunktól pedig van 3 km-re van. Jellemző, hogy ezen a területen nem szálanként van a parlagfű, hanem hatalmas parlagfű foltok vannak, nagy tövek, szinte parlagfű bokrok. Ez azt jelenti, hogy itt a várhatóan a légköbméterenkénti pollen szám az nem olyan 25-30 lesz, hanem ennek tízszerese. Tehát itt egy parlagfű pollen felhő képződhet, fog is képződni. Rendkívül veszélyes, főleg most indulnak az iskolák. Nagyon komoly fertőzésnek tesszük ki, különösen a fiatalokat ilyen parlagfű pollen koncentrációnál, amit ki fog alakulni, és ez a parlagfű felhő az uralkodó szélirányának megfelelően hol Lábot felé fog közlekedni, hol pedig Nagyatárt felé fog közlekedni. Eddig legalább 3-szor megkeredően a tárcsáz, hiszen gyakran esett csapadék, hát ez nagyon kedvezett a parlagfűnek. Mennyibe került? Az körülbelül egy olyan 4-500 ezer forint minimum ennek a 20 hektáros területnek a 3-szor letárcsázása. Most nem kizárt, hogy ha hatósági intézkedésre kerül sor, akkor itt egy 2-300 ezer forintos bírság, és hogyha a közérdekű védekezés kapcsán a hatóság kaszáltatja le, akkor az is egy körülbelül ilyen 200 ezer forint bírságra számít. Hát itt föltétlen hatóság intézkedésre van szükség. Tartson, oké, mehet le.